A Nyírség Tánc Együttes egy 10 állomásos programsorozattal ünnepli fennállásának 45. évfordulóját ebben az évben. Nyáron nemzetközi néptáncfesztivált szerveznek Nyíregyházán. Ide számtalan érdekes és egzotikus együttes érkezik a világ különböző pontjairól. Ősszel pedig nagyszabású jubileumi gála műsort szerveznek a Continental Arénában, ahol több mint 100 táncos lép majd színpadra. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola is ünnepel idén fennállásának 20. évfordulóját. Az intézményben 1700 gyermek tanul, növendékeik számtalan országos díjat és elismerést kaptak az elmúlt években. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola valamikor 20 évvel ezelőtt egy álmunk nyomán jött létre, mert arra gondoltunk sokan, akik itt a Bessenyei György Tanárképző Főiskolára jártunk, hogy jó lenne egyszer egy saját iskolát alapítani. Ennek az ideje és lehetősége 1998-ban jött el, amikor alapfokú művészeti iskolát alapítottunk, elsősorban a Nyírség Táncegyüttes utánpótlásának a neveléséért. Aztán persze itt több más tanszak is alakult, képzőművészet, színjáték, ezek fantasztikusan működnek a tánc mellett. A néptánc is, és most már még népzene tanszakunk is van, tehát hogy így együtt van a zenetánc, képzőművészet, színjáték. Az elmúlt 20 év áttekintésére egy konferencia keretein belül partnertalálkozót szerveznek, ahol szakemberekkel, régi pedagógusokkal, támogatókkal és együttműködőkkel ünnepelnek majd. Ezen túl egy képzőművészeti kiállítás is nyílik, és egy gálaműsort is szerveznek május 24-én. A kultúra és ezen belül is a néptánc hagyományának támogatása az önkormányzat számára is fontos. Nyíregyházán lévő három nagy néptánc együttes, ugye a Nyírség, a Szabolcs és az Iglice, nem is beszélve ugye a Művészeti Gimnáziumnak a kisfigurás tánc együtteséről, szakmai színvonala igen erős. Nem csak olyan emberek tanítanak, akik magas szakmai berkekben is elismertek, hanem olyan tehetségek is vannak itt a városunkban, akik évről évre bekerülnek komolyabb profi néptáncos berkekbe, körökbe, vagy néptáncosként, vagy pedig majd később tanárként. A három nagy nyíregyházi táncegyüttes létrehozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesületet, amelynek céljai között szerepel a magyar és a nemzetiségi tánc és zenei hagyomány megőrzése, valamint ennek hazai és határokon túli népszerűsítése, a különböző tánchagyományok gyűjtése és a szakmai érdekképviseleti feladatok ellátása.